Érvénytelenítette a bíróság az óvásokat elbíráló országos tanács korábbi határozatát, amely a Marosvásárhelyt Jászvásárral összekötő autópálya első Marosvásárhely és Nyárádszereda közötti szakaszának a megépítésére vonatkozott. Az óvásokat elbíráló tanács az ajánlatok újbóli kiértékelésére szólította volna fel a közúti infrastruktúrát kezelő társaságot, azonban a bíróság döntése értelmében érvényes a tender eredmény hirdetése, így aláírható a szerződés a nyertes török Nurol céggel, amely a Szilágynagyfalu Berettyó széplak közötti szakaszon is dolgozik. A kivitelezőnek összesen 2,5 év áll a rendelkezésére a tervezésre és a megépítésre. A munkálatok értéke 2,46 milliárd lej plusz áfa. A szakaszt eredetileg az országos újjáépítési terv keretében finanszírozták volna, ám mert a szerződést nem írták alá december 31-éig, kicsúsztak a határidőből. Ezért vagy új források után kell nézni, vagy az Európai Bizottságot kell meggyőzni, hogy tolja ki a határidőt a pénz folyósításának biztosítására.